A közvitán jelen volt Branko Ružić államigazgatási és helyi önkormányzati miniszter, valamint Andrea Orizio, az EBSZ szerbiai küldöttség vezetője is. A nemzeti kisebbségek helyzetének javítása mindenkinek a kötelessége, hangsúlyozta Branko Ružić. Egy olyan esély lehetőség kínálkozik, amelyeknek köszönhetően egyrészt a nemzeti tanácsok hatásköre, fogalma, másrészt a kultúra, a tájékoztatás terén mutatkozó hiányosságok, ugyanakkor a nemzeti tanácsok működtetését meghatározó finanszírozás és a hatáskörei a nemzeti tanácsok tagjainak mind-mind olyan kérdések, amelyeknek a megoldását mindenképpen a következő hetekben meg kell oldani, hiszen a törvény hamarosan a parlamenti elfogadás folyamatába kerül, és hát ahogyan én látom, ez a törvény lesz az alapja az új nemzeti tanácsi választásoknak is, amelyek nagy valószínűséggel még az idejében megtörténnek. Hajnal Jenő elmondta, a nemzeti tanácsok koordinációja olyan egységes álláspontot alakított ki, amelyet a jövőben nem lehet megkerülni.